A tudomány célja a béke és fejlődés szolgálata, valamint a kutatási eredmények felelősségteljes használata. A Tudomány Világnapja szorgalmazza a szakadék csökkentését az elmélet és a gyakorlat között. 2001. november 10-én az UNESCO nyilvánította, hogy ez a nap, november 10-e a Tudomány Napja, és 2002 óta aztán minden esztendőben ez hivatalosan nemzetközileg a Tudomány Napja. Ennek apropóján szervezett tudományos tanácskozást a Vas megyei Mérnöki Kamara a Szavária Egyetemi Központban. Idén ősszel indult el a gépészmérnök képzés, és hát ez erre tökéletesen jó apropót jelentett, hogy az idei Tudomány Világnapján az egyetemmel közösen egy olyan rendezvényt csináljuk, ami elsősorban a mérnöki tudományokról, mérnöki teljesítményekről szól. A konferencia célja nem csupán a természettudományok, ezen belül a mérnöki teljesítmények megismertetése, hanem a felsőoktatás és a társadalmi-gazdasági környezet együttműködésének bemutatása is. Tulajdonképpen ez a rendezvény, ez annak a nevében rendeztetett meg itt a mérnöki kamarában, annak a nyitásnak a jegyében, ami most az egyetemen történik. Arról szól a történet, hogy az egyetemek egy tudásszolgáltató bázisok, amelyeknek be kell áldozóban lenni gazdaságban. A konferenciára mások mellett a budapesti műszaki, a gödöllői, valamint a győri egyetemről is érkeztek előadók. A résztvevők megismerkedhettek az első magyar építésű űrjárművel, a Maszat 1-jel is.